Nincs hős és gazember. Nincs magzatvédő aktivista és abortuszt végző orvos. Nincs rendőr és gyilkos. Csak fuldoklók vannak a meggyőződések tengerében, akik fel sem fogják, hogy hányszor kinyitják a szájukat, vizet nyelnek. ...2016. decemberében futó tűzként terjedt a hír. A Balázs-Csai Rém cellatársával együtt öngyilkos lett a börtönben. De vajon ez a cselekedet szolgált-e elégtétellel, vagy adott-e megnyúvást bárkinek is az érintettek közül? Pláne ennyi év után. A kérdés költői. Egy alföldi tanyavilágból származó sorozatgyilkost fogunk bemutatni, akit civilként Szabó Zoltánnak hívtak, s aki 1998 és 2001 között nyereségvágyból 4, saját bevallása szerint 5 ártatlan nőnek vette el az életét. Üdvözöllek, Narez volnék, és ez itt a Cinegor Horror magazin csatornája. És folytatnánk a magyar sorozatgyilkosok bemutatását. Szabó Zoltán 1968-ban született földműves szülők gyermekeként. Már nagyon fiatalon megismerte a kemény fizikai munkát, és hát mást is. A családban egymást követték a tragédiák. Apja korán meghalt, bátyja pedig önkezével vetett véget az életének. Egészen pontosan permetező szert ivott, mert képtelen volt elviselni a kudarcot, miszerint nem vették fel börtönőrnek dolgozni. Végül édesanyja is elhunyt. A férfi teljesen egyedül maradt a családi tanyán. A megélhetésért állandó, keserves küzdelmet folytatott. Az 1990-es évek második felében Balázs-Csa és térsége felpezsdült, köszönhetően annak, hogy üzletelők, vendégmunkások, örömlányok jöttek a határ túloldaláról Magyarországra szerencsét próbálni. Szabó is kapott a lehetőségeket, és legális, ám csekély keresetét illegális tevékenységekből származó bevételekkel egészítette ki. Például azzal, hogy román és szerb idénymunkásoknak szerzett állást a közeli földeken. A szerződéskötést, a bejelentést és az adózást természetesen mellőzte. Mivel Szabó szakaszvezetőként szeret le a honvédségtől, s jól bánt a fegyverekkel, rendszeresen folytatott orvadászatot a közeli erdőkben. Környezete enyveskezőnek ismerte. Számos pitiáner lopást elkövetett, legtöbbször szerszámokat lovasított meg más tanyákról. A környékbeli gazdaságokból gyümölcsöt, zöldséget lopott, sőt, egy magántulajdonban lévő halastóból halakat is hazavitt. Egy ideig volt egy Krisztina nevű élettársa, akivel nagyon agresszívan bánt. Állandóan bántalmazta, bezárta a tanyaépületbe, az ablakokat bedeszkázta, hogy ne tudjon hova szökni. És ha a nő szerzett egy kis pénzt valahonnan, az természetesen elvette, és utolsó forintig elkártyázta. Szabó Zoltán álmokfutásai 16 éves korában kezdődtek, amikor a szomszédjában élő 60 éves asszonyt megerőszakolta. Emiatt került először rácsos ablakok mögé. Első gyilkosságának áldozata a falu presszójában dolgozó Józsa Robertné Almási Judit volt. 1998. április 28-án találkoztak, amikor a nő végzett a délelőtti műszakkal. És éppen hazafelé indult volna, de autójából kifagyott az üzemanyag. Ekkor előlépett a férfi, aki gálásan felajánlotta, hogy tud nélkülözni egy kanna benzint. Tartson hát vele a tanyájára. Azonban miután a helyszínre értek, Szabó nem váltotta be az ígéretét, hanem egy nehéz tárggyal, valószínűleg egy kalapáccsal agyonvágta a nőt, amitől ő rövid időn belül meg is halt. Ezután mesztelenre vetköztette, és 50 méterre vonszolta a tetthelytől, gödröt ásott és beletemette. A második gyilkosság szinte teljesen ugyanilyen volt, 98. július 16. Ugyanabban a presszóban, zárás után leszólított egy hazafelé igyekvő Jéga Szabó Bernadett, aki ugyancsak pultosként dolgozott ott. Őt szintén a tanyájára hívta, többször fejbeverte, lemesztelenítette, elásta. Az eltérés annyiban állt, hogy a hölgy testét fej nélkül találták meg. A harmadik gyilkosság 2000 februárjában történt, amikor lopásra buzdította Kálai Teréziát, aki nem mellesleg élettársának barátnője volt, együtt nevelkedtek annak idejében az intézetben. Egy gyümölcsösbe csalta, ahonnan eredeti tervük szerint tűzoltó fecskendőket kellett volna kicsempészni. Szabó azonban egy óvatlan pillanatban megfojtotta a nőt, levetkőztette, és hát őt is a földbe ásta. A negyedik gyilkosság volt, ami lebuktatta Szabót. Ez 2001. augusztusában történt. Kiszemeltje ezúttal egy használt mobiltelefonokkal kereskedő hölgy, Szanka Hajnalka volt, akinek Szabó kihagyhatatlan üzletet ajánlott, mégpedig úgy, hogy elhitette vele, nagy mennyiségű használt készülék van a birtokában, amitől jutányos áron megválna. A nő sajnálatos módon bedőlt a csábításnak, így akkoriban nagy mennyiségűnek számító pénz 305.000 forintot vett ki a bankból, és azzal a táskájában indult el a férfi tanyájára. Haza azonban már nem ment többé.
Szabó őt is megfojtotta, lemeztelenítette és elásta. A nála lévő összeget eltette, a nő motorját pedig, mivel avval érkezett, egy közeli vizes gödörbe borította. A rendőrség ekkor már nyomozott az eltűnések ügyébe, és a nyomozóknak nem volt nehéz dolguk, miután lekérték a hölgy hívás listáját, amely alapján egyenes út vezetett a Balázs Csai rém házához. Szabó a kihallgatás során minden bevallott. Sőt, a négy emberölés mellett váltig állított, hogy volt egy ötödik áldozat is. Az eset 98. augusztus 25-én történt, amikor egy az ötös út mentén dolgozó prostituáltat csalták magához. Kovács Mónikát megfojtotta. Testét elvonszolta a Cegléd-Szeged vasútvonal közelébe futó mellékvágányokhoz, aztán a sinekre fektette, és megvárta, amíg a három vonat, köztük két tehervonat áthajt rajta. A holttest teljesen összeroncsolódott. A bíróság bizonyítékok hiányában azonban nem tudta rábizonyítani Szabóra, hogy ő követte el ezt a gyilkosságot. Állítólag egy hatodik esetről is beszámolt, igaz, nem mint elkövető, csak mint szemtanú. De ott a holttestet sem sikerült megtalálni, így ezt el is vetették. A vizsgálatot vezető nyomozó, Palatinus Gábor meg volt győződve róla, hogy Szabónak még több áldozata is lehet. Például ötfős román család váratlan éleple alatt eltűntek, akik egy ideig Szabónál laktak albérletben és mezőgazdasági munkákat végeztek a szervezése által. De ők nem kerültek elő soha, és mások sem. Miután Szabó mindent és annál sokkal többet is bevallott, a rendőrség soha nem látott méreteket öltő vizsgálatot kezdeményeztek. Balástját szó szerint fenekestől felforgatták, s a földmunkák következtében előkerült a már fent említett négy áldozat. Szabó ez idő alatt valóságos sztárnak érezte magát, élvezte, hogy ő van az újságok címlapján, szerepel a híradóba és mindenki róla beszél. Bár a férfinak konkurenciája is akadt, a szóbeszéd szerint. Egy nagyjából 10 tagból álló bűnbanda, akik orvadászatból, prostituáltok futtatásából, illegális olajfúrásból éltek, ám végül nemhogy cselekedeteik, de még létezésük sem nyert bizonyítást a hatóságok által. A média felhajtás idővel alább hagyott, ezért a Balázs Csai rém taktikát változtatott. Előbb minden vallomását visszavonta, majd egyetlen szót sem volt hajlandó megszólalni többet. Természetesen ekkor már irdatlan mennyiségű bizonyíték volt a bíróság kezében, így elsőfokú ítélet meg tudott születni 2003. novemberében a Csongrád megyei bíróságon, életfogytig tartó börtönbüntetés formájában. Másodfokon pedig 2004. szeptember 10-én a Szegedi Táblabíróság tette jogerőssé mindezt. Bár Szabó mesztelen áldozatokat hagyott maga után, szexuális együttlétre utaló nyomokat nem találtak. Így az ítéletben nem szerepel ez a tétel. A férfit a szegedi fegyház és börtön, más néven a Csillagbörtön elkülönített részlegében helyezték el. Aztán elérkezett 2016. december 5-e, amikor a Balázs Csai rém és zárkatársa Miklósi Viktor, annak ellenére, hogy a nap 24 órájában kamerák keresztüzében éltek, közösen felakasztották magukat. Életüket kiérkező mentők nem tudták megmenteni, különben a raptárs bűncselekménye is hátborzongató. Egy veszekedés során baltával szétverte felesége fejét, 9 hónapos piát pedig megfojtotta. Testüket elásta a kertjükbe, majd miután végzett, elment mulatni. Később feladta magát, sőt, korábbi gyilkosságokat is bevallott, saját nagyanyja megölését. A börtönbéli önakasztás ügyében indított eljárás során kizárták az idegenkezőséget. Az indítékra azonban a mai napig nem derült fény. A tanya 2018-ban még állt, de nagyon romos állapotban. Az, hogy villanypásztorral körbe van kerítve, arra utal, hogy az ingatlannak van új tulajdonosa. Sőt, a jelek szerint állattartás is folyik. Ez az információ a Dél-Magyar című lap munkatársaitól származik, akik azonban ott jártukkor nem tudtak szót váltani senkivel. Szintén fontos információ, hogy önélemben az esztendőben megtalálták Jéga Szabó Bernadett hiányzó koponyáját. Szabó egyköri tanyájának területén természetesen. Ezek szerint a 2 évtized alatt végig ott volt, csak a rendőrség nem végzett alapos munkát. Nos, köszönöm mindenkinek, aki itt volt, ez volt a Balázs Csai rém rövid kis ámukfutása, illetve jogi levezetése. Amennyiben tetszett az előadás, kérlek iratkozz fel, illetve dobj egy lájkot, és írd meg kérlek véleményedet az üggyel kapcsolatban, hiszen ez nem igazándiból a legbrutálisabb sorozatgyilkosság, ami történt Magyarország történetében, de attól függően egy jelentős monument én szerintem. Legyen szép napotok, ciao.